Megtelt a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ díszterme a Pécsi Harsona Együttes koncertjén. Farkas István Péter Liszt-díjas harsona művésszel, az együttes alapítójával és vezetőjével beszélgettünk a koncert kapcsán. A Rézfúvós Kvártett az a Rézfúvós kamarazenélés egyik alappillére. A mostanság divatos együttesek közül a Rézfúvós Kvintett, a két trombita küld harsona tuba, és a harsona kvártett ez, amelyik a leggyakrabban önálló koncerteket ad. Hát ezen kívül van még küld kvártett, ugye, meg tuba kvártett újabban, de talán az első kettő a legnépszerűbb. Évek óta, hát én személy szerint is már több mint 50 éve kamarazenélek, ha a Magyar Harsona Együttest alapítottam még annak idején, 74-ben, és egy 10 év óta tanítok a Pécsi Egyetemen, és hát nagyon-nagyon jó növendékekkel hozott össze a sors, és így adott a lehetőség, hogy hát kamaregyüttest csináljunk, és közben volt tanárkollégák is, akik már abba hagyták a tanítást, mikor meghallották az együttest, akkor újra elővették a hangszert, és most a mostani formációban három tanárkollega játszik mellettem. Ennek a hangszernek a műfaja eléggé szélsős, illetve változatos, nem szélsőséges, ugyanis a hangszer, a részfúvós hangszer családból a harsona volt a legelső olyan részfúvós hangszer, amelyik a többi hangszerekkel, a billentyűs vagy a vonós hangszerekkel kamarazenét már játszhatott, mert a tolócső mozgatásával mi már a 13.-14. századtól félhangokat tudtunk játszani. Ellentétben a trombitával, meg a kürtel, ők natúr hangszerekkel játszottak hosszú évtizedekig, és ott nem lehetett így félhangokat, és így adva volt, hogy a mi hangszerünk korábban játszott már ilyen kamaregyüttesekben, és hát ez a mai napig tart. A műsorválasztásnál pedig mindig szempont az, hogy kiknek játszunk. Most miután általános iskolás és középiskolás sorozatról van szó, próbáltuk a műsort úgy összeállítani, hogy klasszikus zenéből is egy kicsit, ami a népszerűbb műfaj felé, jazz, meg olyan művet is játszunk, amiben népzenei motivumok vannak. Tehát mindig úgy a közönség igényének, idézőjelben igényének megfelelő műsort próbálunk összeállítani. Kinek van ötlete? Senkinek. Milyen induló lehet ez? Más. Gyászinduló? Még egyszer, gyászinduló? Nászinduló, úgy van. Külön-külön is sokat, de hát én már évtizedek óta a 70-es évektől a világ minden részén a Magyar Rézfúvós Kvintettel és a Harsona Együttessel Ázsiától kezdve Amerikáig mindenhol koncerteztünk, és nagyon sokszor kint például diákoknak játszottunk, de volt olyan amerikai turné, amikor a 40 koncertből 30 diákoknak szólt, és tulajdonképpen itt az együttesben ketten vagyunk szekszárdiak, annak ellenére, hogy én 40 évet az operában töltöttem, szekszárdiak, és mindannyian így dél-magyarországiak vagyunk, és tulajdonképpen ez egy szóval nagyon-nagyon jó érzés, hogy pont azokon a helyeken játszunk, ahonnan indultunk. Annak idején valamennyien fúvószenekarba kezdtük zeneiskolában, és aztán a sors meg a szerencse folytán kerültünk különböző profi együttesekhez, de nagyon jó érzés hazajönni.
hát különösen szívem ügye, mert hosszú évek alatt, vagy amióta pályán vagyok, nagyon sok növendékem játszik különböző európai zenekarokban, Berlintől kezdve, Spanyolországig, mindenhol, de szerintem minden idők egyik legjobb harsonás kisrác, aki pár éve végzett nálam Pécset, és az első tanára is itt játszik az együttesben, Bonyhádi fiú, Bence Csabi, és nagy meglepetésre egy 3-4 évvel ezelőtt bekerült az operába, úgyhogy nem is tudtak róla, csak fölvittük, megnyert a próbajátékot, most már Katarban van, ugye a világ egyik legjobban fizetett zenekarában, és hát szóval azok után, hogy a félvilágot bejártuk, és azok után végre Magyarországon is ugyanazt a missziót be tudjuk teljesíteni, hát ez egy jó érzés.